te ülsz, és téged, neked most kondicionálja a seggedet az a füst, ami ott van, vagy mi? Hát ég a lyukam. Sziasztok, itt Jani, és elérkeztünk a következő ARK videónkhoz, és ez már a negyedik rész. Mekkora állat vagy? Ugyanolyan fejed van, ugyanolyan Mikulás fejed van neked is, mint nekem, bazzek. Sziasztok, igen, elérkeztünk a következő részhez. Látjátok, hatalmas a család. Hát, kemoly. A két raptorral, Hamival és Nyomival az élen. Illetve itt vannak a többiek, mindenkinek megvan a maga szerepe ebben a családban, hogy a háborúban ki mit fog csinálni. Mondjuk, hogy nekik mi a szerepük, azt megkérdőjelezném. Figyelj, ők lesznek az ilyen díkolyok. Tehát őket küldjük előre, hogy a mesterlövészek őket lőjék ki. Aztán ők ketten, ők lesznek a fegyverhordozók, tehát ők fogják vinni az összes cuccot. Ők lesznek a légi támogatás, tehát a air support. Igen. Ő lesz a tank, ezek a ketten pedig a kis, hát ilyen, ők lesznek a lovasság. A támadó egység. Igen, a támadó egység, akik konkrétan oda fognak menni, igen, csapkodni. Ja, ő pedig ott a másik air support, tudjunk. Még ugye van a repcsink. Tehát elég komoly hadsereget építettünk itt ki. Komoly, egy hadtest. Komoly az Arzenál, meg a Chelsea is. Erre nem mondok semmit. Mi a következő lépés, te mint ARK szakértő? Hát szakértőnek nem mondanám magam, de... Jaj! De érdemes megnézni azt, hogy hogy állunk szintekbe és pontokba. És a játék mire utal, hogy mi legyen a következő lépés. Én 25-ös Ez mi a vagyok. Pics? Mi van a képernyőm? Kérem, nekem 111 pontom van, és jelenleg 10 helyett 23-as szinten vagyok. Jó, nálam van a következő milli és ranged fegyver, amire érdemes ráállnunk. Mi lehet vízvezetéket csinálni? Szerintem a legfontosabb az, hogy átálljunk fémeszközökre. Igen. Mert ugye itt 19-nél megnyíltak, vagy 20-nál. Igen. Ugye azokat te tanultad ki az előző részben. Igen. És le kéne craftolni a Smithy-t, olvasztani metált és csinálni metált cuccokat, és megcsinálni a pályakot és a crossbow-t, amit meg is tanulok. Ohohoho, értem én. Jó, és akkor úgy kell, hogy fém, nem, azon fegyverek, közelharci, és akkor lehet csákányt is, meg boltát is. Ja, csinálj kettő csákányt, hogy tudjunk vasat szerezni. Ó, kék drop! Nice! Egyet tudok csinálni. Mi az? Kék drop. Ja. Az már úgy egész jó amúgy. És ezt fel tudod szedni? Az szint kell, nem? Hát kérdés, hogy mennyi. Hoppá! Na ez már sokkal jobban úgy néz ki, mint egy igazi csákány. Na kérlek szépen, kék dropnak a kinyitásához kell lennem. Meg vagyok ennyi. Na kérem, szereztem. Ez mi? Ja, ez a kovakő. 21 darab fém. Hát úgyhogy ezt be is dobom, aztán süljé. Addig meg elpakolászok, mert most már kezdem kicsit megérteni ezt a játékot, és nem csak random dolgokat látok az inventorimban. Jó, mindegy, én egyelőre elégedett vagyok ezzel a két eszközzel igazából. Na, adod a baltát. Adom. Esze. Na, van paraszóra nyereg. Megcsináltad? Mhm. Utasd. Kipróbálod? Aha. Tedd rá, itt van. Várjál. Nyeszem meg, itt van hozzá, van neked skined ehhez? Skin? Nincs. Dobok egy skint, hogy megtudd ennek is a működését. Elegáns nyereg, what the fuck. Hello! Nyereg szükséges. F betű? Ja. Ja, és akkor van a ruha. Ide meg a ruha? Hát, hogy is van ez? Na, a nyereget kell rátenni. Önmagában biztos. És a nyeregre nem tud ráhúzni ezt? Várjál? Máshogy nem. Na mindegy. Hello! Hello, sikerült! Ráhúztam a nyeregre. Aha. Az igen. Hát ez sem egy sebességbajnok. Mondjuk azért tud benni. Az már más. És na akkor... azt figyel, ezt hogy szed. Jaj, baszod! Melyik betű? Balklik. Azt a rohadt! Wow. Ez kiszedi a fél erdőt pár kattintásban. Kiszedem belőle a narkót, azt már megyek is craftolni. Van olyan, hogy ranged, és itt van chemic fiber. Azt szerzünk, és tudunk csinálni. Angolul nem szépen. Tudok, és a gyengébbek kedvéért. Rost. Csinálok kettő darabot. Nyílpuska. Mm-hmm. És akkor mindketten oda megyünk nyílpuskával, egy-egyet belebaszunk a fejébe, és akkor... A raptornál biztos, hogy elég 3-4.
Na, itt jó. Vannak a nyilaid. Igen. És a nyílpuskára húzd rá a narkós. Gyerekek! Az milyen célzás. Húzd rá a narkós nyilat. Várjál, hogyan kell? Ez az? Aha. Honnan? 11. Na, húzd rá. Most már narkós nyillal fogunk lőni. Narkós nyíl? Roland! Narkós fasz! Csak hogy tudd, hogy ez már erősebb volt a tósdi. Nézd. Pick. Aha. Hát, hát ő még nem aludt. Hát ez nem volt elég. De mi az? De, elaludt. De mi ez a reflection? A ja, szóval elég erős. Na, gyere, szedjük le a spinót. Á, nem. Ötből nem. Milyen öt? Tíz van nálam. Hát volt, amíg el nem lőttem. Nem, na, van, a 15. 15-ből kiszedjük. Nem, nem szedjük ki a spinót 15-ből, hallgassam. Csináljuk meg azt, hogy legyen nálad is 50, meg nálam is 50. 50? Szóval csináljál 100 darab nyílat, legyen szíves. Csak jelzésképpen igazából már szagra lehet érezni, hogy mindjárt fel fognak gyulladni a gépek, de... Ami kéne amúgy az az, hogy valami rendszert belevinni a chestekbe, nem? Hát lehet. Mik lesznek itt, bazd meg? Ott lesz a pisztoly, meg a fegyver, asztalon. Ha jó, hogy nem helikoptert lehet majd gyártani ebben a játékban. Helikopter. Jó napot kívánok, uraim, ellenőrzésre van. Értem, most mondjad majd sátoros újhe. Sátoros újhe. Kiskunfél egy kis konyhó fele. Helikopter. Helikopter van. Na, kérlek szépen, ezeket érdemes úgy elhelyezni, hogy így. Á, mint a Minecraftban, igen, értem. És... Bang, ott is van a 100 darab nyíl. Az meg is igen. Vagyunk, ennyi, meg vagyunk. Na, kérem szépen, akkor ezt elosztom félbe. Eldob. Na, meg is van, van nálad 50 darab nyíl, nálam meg 52. Úgyhogy azt hiszem akkor ezzel elég kell, hogy legyen, felvetted ugye? Amúgy ezeket szeretném még megcsinálni, mielőtt kimegyünk, ezeket a hide armorokat, mert rohadtul nincs. Ó, oh, hello! Az mi? Az a izé? Spino. Na, hát akkor nem ment ez olyan messzire. De ilyen nézett ki. Na. Csak jó. Az a probléma, itt ilyen szóba az, hogy nem tudjuk ugye megbolázni, mert nagy. Akkor mit kéne becsinálni? Hát de a kábító nyillal lenyilazzuk, akkor simán. Azt a rohad. 36-os. Az elég magas szintű még talán nekünk. Crossbow 17. Easy! Hát de ő ránk fog szaladni. Leszarom, hát távolról jövünk rá, nem izéik az erőmore. Meg nem tudom, esetleg ráküldjük az egész genget a spinóra? Nem, már meg fogják ölni. Igen, nekünk elkábítani kéne őt. Annyit csinálhatnánk, hogy a tekit ráküldjük, mert annak kezdi sok HP-ja van. Hát mennyi HP-ja van? Mindjárt nézem. Szóval tekinek van 847 izé, ó, 4. Húzd az összeset HP-re. Ó, 1100, igen, karbonárának pedig 2000. 3300. Na, karbonárát fogjuk és ráküldjük. Jó, akkor hozzuk magunkkal és akkor ő lesz olyan golyófogó. Igen. Tulajdonképp szegény. Nem fog meghalni szerintem. Nem fog. Még azelőtt kilőjük. 3000-et nem bír ráverni annyi idő alatt. Na, te kite nyugodjál meg, téged nem fogunk sehajni. Karbonárát, te készülj fel, mert a csatába megyünk. Igénybe lesz elvéve rendesen. Ez most igénybe lesz véve a HP szolgáltatásod. Az életerőt. Ide bebasszok szávot. Tiedet fogjuk levinni, nem a miénket. Addig oda viszem a tekit. Jó. Ez úgyis egy év szállat. Jó, akkor addig vidd oda karbonárát, vidd oda. És akkor addig ő el lesz ott így. Vagy az egész genget vigyük? Á, nem. Nem. A két raptort meg a teknőst vidd. Többi marad. El is kezdjük. Hát figyelj, hol van? Ott van? Várjál. Nem tudom. Megnézem távcsével. Ott van. A kő mögött van. Aha. 36-os. De ne menj be a vízbe! Rohadjál meg! Na. Jó, hát menjünk át a másik oldalra. Azt mondod? Na innen kezdjük el lőni és úgyis ránk szalad. Hát mondjuk úgy is lehet. Jó. Oké, ki kezdi? Mindketten. Hát gyere Hamira. Ülj fel Hamira. Karbonára engem fog követni. Jó. Oké. Ha, akkor nyomj meg ha... Jó, értem. De lebukik a víz alá, tesó. Kapott. Hoppá, kapott. Gyere. Jön. Gyere. Kapott még egyet?
Gyere, már idébb, egyelek meg. Jó, jön. Kapott. Kapott. És kapja. Jó, elinnen, elinnen. Jó, csak hagyd. Lőd. Ja, megy a karbonárára? Aha, lőd. Jó, lövöm. Fejbe, ha tudod. Lehet bele fog halni egy-két raptor, nem baj. Csak lőd. Csak mi ne halljunk bele. Aj, de nem bírok. És mi van? Ja, nem előre nézek. De nem mozogjál már ennyire, rohadjál meg, hát nem bírok. Fut, lőd. Menj utána, edd meg, ott a kaja, ami. És... ez ennyi! Az! Let's go! Jó, és itt van a parton. Jó, 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 gyorsan bele a zét. Azt a kurva. Jó, elmegyek. Ez egy karbonárájra. Jó, hozzad. Nem halt bele? Mennyi HP-ja maradt? Nem olyan sok. Íííí, csóri. Hát, azért ez egy állat. Jó, figyelj, én beleraktam az összes narkót. Geci, levert róla majdnem 2000-et. Úristen. Jó, hát kapta, folyamatosan kapta. Jó ötlet volt őt elhozni, hallod? Nagyon jó ötlet volt őt elhozni. Hát, meghaltunk volna. Jó, hát ő 3000 HP-jával igazából, ő nagyon... Na, srácok, akkor innen fogjuk folytatni. Igen. Igazából ez egy durván fél óra lesz nekünk, még ez megszelidül, és akkor utána a következő részben megszelidítjük végre ezt a batár állat, nagy monstrumot igazából. A torporja, mint a rohadt mocskos kurva. Úgyhogy élet, szóval dobjad bele, figyeljünk rá. És hát srácok, akkor a következő részben elnevezzük őt, és akkor hát ő is a csapatunk tagja lesz. Egy nem kicsiket tagja lesz, én úgy gondolom. Hát ő eddig a legnagyobb. Ő eddig a legnagyobb, szerintem együttvéve nincs ekkora a gang, mint ő. Hát igen. Úgyhogy köszönjük figyelmet, srácok, legközelebb találkozunk. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor dobjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Csá-csá!